Na hali, hó, srácok, hali, hó, értitek a poént, mármint látjátok a videó címét, hó, esett a hó, hali, hó, imádom az ilyen favicceket. Ma mondjuk ez nem is volt vicc, ez csak egy ilyen béna beköszönés, de sziasztok, és üdvözöllek titeket a következő vasárnap Gergővel videóban, ahol egy olyan témáról fogunk beszélni, ami tudom, hogy sokaknál ki fogja verni a biztosítékot. Esett a hó Londonba! És erről szeretnék egy kicsit beszélni nektek. Ugye most itt vagyok, biztosan sokan megismeritek a hátteret, ez a londoni háttér, ez a londoni lakásom, itten. Pár nappal ezelőtt óriási hó volt, és ez lesz az a dolog, amin sokan ki fognak akadni, amikor azt mondom, hogy óriási hó, és meglátjátok a képet. Igen, tudom, hogy ez például Magyarországhoz képest icike-picike-picike-icike hó volt, de londoni viszonylatban óriási hó volt, mert itt Londonban nem szokott ekkora hó esni. Vagyis csak ritkán, mondhatjuk úgy. 3 éve élek itt, ugye, egyetemista tanuló vagyok, hogyha esetleg valaki nem tudná. A Greenwichi Egyetemen business marketinget tanulok, üzleti marketinget. Ezt csak azért mondom, mert mindig sokan kérdezik, hogy te most Londonban vagy? Már sok-sok videómban elmondtam, ugye minden nap van videó 18 órakor, tehát esetleg ha valaki valami infót nem tudod, az azért, mert minden nap 18 órakor a János Sikerkő csatornán biztosan van valami videó. Na szóval viccet félretéve, én ugye itt élek mostként Londonban, szoktam hazajárni, most is megyek haza a Plate-re, a debreceni Plate-re, a budapesti Mindshow-ra, a budapesti Plate-re, de erről is volt ma ugye videó. Na de, a lényeg, hogy pár nappal ezelőtt reggel arra keltem az imádkozásomra, amikor meghallottam, hogy otthon, amikor eljöttem otthonról, megint óriási hó esett le, és aki jól is van, az tudja, hogy én imádom a havat. Nem tudom miért, de imádom, sokkal jobban szeretem a havat, mint amikor esik az eső, vagy amikor durván süt a nap. Én imádom a havat, így vagyok összerakva, gyerekkorom óta imádom a havat, mindenféle havas sportot. Szánkózás, síelést, sífutást, futást a hóba, elesést a hóba, hóemberépítést, minden ilyet imádok. És hát küldték nekem Kinga, meg mindenki küldte a képeket otthonra, hogy mekkora szép, gyönyörű hó esett, és én itt vagyok, és nincsen semmi, csak napsütés. De aznap reggel, amikor felkeltem, kinéztem az ablakon, és megláttam azt, amit ti már láttatok képen, és úristen, de boldog voltam. Na srácok, ez körülbelül egy olyan 3 napig tartott, és itt Greenwichben, ahol én lakok, elég sokáig megmaradt a hó, ilyen -1, -3, -4 volt a hőmérséklet, így sokáig megmaradt, és esténként mindig esett, tehát reggel egyre-egyre nagyobb hóra ébredtem fel. Úgyhogy most ebből összeállok nektek egy picike videót, amikor mentem suliba, és megpróbáltam pár részletet felvenni a hóból bent a városban. Úgyhogy srácok, nézzünk meg egy rövid összevágást. Indult a zene, és mehet a videó. Szóval láttátok, hogy igen, Londonhoz képest nagy hó van, rendesen egy olyan 10-20 centi is leesett volt, amikor az RKM-en volt akkor a hó, de természetesen Magyarország félméteres hójához képest ez semmi, de akkor is nekem nagyon-nagyon király volt, hogy nem maradtunk ki, és láttam végre Londont
hóban borítva, mert még egyszer mondom, 3 éve itt élek is, én még nem láttam milyen havasan London, hogy amikor felkeltem, meg napközben havasak voltak a háztetők, a DLR teteje havas volt, az épületek havasak voltak, a járdák havasak voltak, nagyon-nagyon jól nézett ki, nagyon-nagyon szép volt a park, meg minden tiszta hó borította, és zuhogott a hó, nagyon-nagyon élveztem. Még egyszer mondom, tudom, hogy otthon, meg például a Bükszent keresztül, ami Miskolchoz közel van, akkora hó volt, van, és még most is van, hogy így ellepi az emberek körülbelül, de itt ez is nagy volt, azért nézek kifelé, mert ott van az erkélyem, sajnos már elolvadt, már most rendesen meleg van, ilyen 4-5 fok van itt. How is the temperature? It's currently 9 degrees. Halljátok, 9 fok van. 9 fok van. Tehát ennyi volt a hónak, már rendesen meleg van kint. Én felöltöztem ma, amikor mentem reggel a boltba, azt úristen, majdnem leizzadtam. Na de, ugye ez a Vasárnap Gergővel is, aki új a csatornán, és új követő, új Jager, az nem tudhatja, hogy mi ez. Azért ülök itt, és így dumálok nektek, beszélek a kamerában, mert ez a hét utolsó videója. Ez egy ilyen kis nyugodt, beszélgetős videó, ahol mesélek a hetemről. És ez a hét, mondom, a hóval telt, a hóban leltem a boldogságomat. Remélem tetszett a kis összevágás, semmilyen profizmus nem volt a telefonommal össze-vissza, ahogy mentem suliba, rohantam órákra, úgy vettem fel, de gyönyörű-gyönyörű királyság volt. És akkor tekintsünk is vissza a hét videóira úgy, ahogy szoktunk. Rettenetesen jó hetet zártunk, srácok. Tegnap este meglett a 114 ezer jágen, amit most itt nagyon szépen köszönök nektek, de komolyan most itt megsimogatnánk titeket. Köszönöm szépen, srácok. Rettenetesen jó hét volt, rettenetesen tetszettek nektek... Tetszettek nektek a videók. Hol is kezdjem? Hétfőn együnk videó volt, ahol én főztem steaket, ha te még nem láttad, Gergő főz első rész, ha szeretnétek, lesz még ilyen. Aztán a Sims, amit tudom, hogy nagyon-nagyon szerettek, egyre több lesz a csatornán, csak közben más videókat is szeretnék csinálni, úgyhogy nyugodjatok meg, minden, de a Simsből, Minecraftból biztosan szeretnék több videót, Robloxból is szeretnék. Az a baj, hogy ma annyi videót szeretnék, hogy egy csatorna, napi egy videó nem lesz elég, esküszöm. Nektek, ugye ti szavaztátok slime szerdán, itt a telefonomon csináltam, Instagramon képeket, ti megszavaztátok, hogy milyen slime ez, az is nagyon tetszett nektek, ha még nem láttátok, azt is nézzétek meg. Aztán Zsidavval, Dáviddal csináltunk egy nagyon-nagyon király Minecraft videót, amit nagyon élveztünk, zseniálisan jó pálya volt, a Plants vs. Zombie csinálták meg Minecraftba, ahhoz hasonló, zseniális volt, semmilyen mod, csak sima command blokkos pálya volt, nagyon-nagyon tetszett. Aztán életemben először felmentem a Robloxra. Zseniálisan király volt, és nagyon tetszett nektek, de tényleg 2 napja volt, és 26 ezer megtekintés van rajta. Nagyon-nagyon tetszett nektek, aminek nagyon örülök. És ilyetlen nap volt a hashtag Slime Szombat, amin keményítőből, mosodai keményítőből csináltuk a videót, és hát zseniális volt. Zseniális volt, és én el is mondtam a hetemet. Ugye most már megyek haza 9-én, és pár királyságos kalandba lesz részem otthon, mint hogy a debreceni plét, meg egy-kettő titkos projekt. Csak tudjátok, ez nekem nehéz, mert az egyetemen is vizsgai időszak jön, itt május-április fele, méghozzá utolsó év, diplomamunka, disszertáció, business project, stb. Úgyhogy ezzel el leszek, az biztos. De nyugodjatok meg, a videók nem állnak meg, természetesen lesz valami információ, akkor ezt ki fogom írni Facebookra, lent van a leírásban, hogy légy szíves, gyertek. Nem azért mondom, hogy sokan legyünk ott, és ezzel menőzzek, semmi értelme ennek az egésznek, hanem azért, hogyha van valami info a videó kapcsolatban, akkor ki tudjam írni, és tudjátok, mert nagyon sokszor vagy olyan kérdéseket kérdeztek, amiket ott én már rég megválaszoltam. Tehát Facebook, Instagram, Twitter, minden lent van a leírásban, érdemes követni, de komolyan, ha van egy kis időtök, sok fontos információt, képek és betekintést nyerhettek a kulisszákba. Továbbá Instán is szeretnék kicsit aktívabb lenni, úgyhogy ezek a tervek a jövőre. A jövő heten nagyon-nagyon kemény lesz, mert nagyon sokat kell tanulnom, iskolába, egyetemre kell járnom, és előre el kell kezdenem videózni, hogy az alatt az időt, amíg otthon vagyok, és biztosan jó videók legyenek, úgyhogy srácok, egy like, egy szurkolás szegény Gergőnek, és mindenkinek kellemes vasárnap estét kívánok, meg éppen amikor nézed, köszönöm, hogy itt voltál velem ezen a héten is, és találkozunk jövő héten is, minden egyes nap. Srácok, hogyha szeretnétek még Jagerslime-os termékeket, akkor a videósbolt.hu per Jönösi Gergő oldalon még megtaláljátok, de már nem sokáig, úgyhogy remélem otthon még királyságos hó van, remélem jól érzitek magatokat, és találkozunk holnap, és minden egyes nap, ez nagyon-nagyon fontos, minden nap 18 órakor csekkoljátok le a csatornát, meg nyomjátok meg a csengőt, és akkor elméletileg kaptok értesítést, de ha nem kaptok értesítést, akkor is gyertek a csatornára, mert itt biztosan van valami királyság minden nap. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk holnap, legyen további szép napotok! Most ilyen menő lövök.
hátulról lövök, ezt nem tudom miért csinálom, találkozunk holnap, meg minden egyes nap, legyen további szép napotok, nem tudom mit csinálok a kezemmel se, sziasztok!